a 10 perctől megijedtem, és nem írtam olyan nagyon sok mindent össze, mint amennyit írtam volna egyébként, hogyha nincsen. Hát minden esetre a nők kezdettől fogva ott voltak a férjük mellett, és például a Csillagászati Kutatóintézetben, ahol én dolgoztam, akkor még egyetemista voltam, 1958-ban kezdődött el az űrkutatás, azzal, hogy a mesterséges holdaknak a pályáit követtük, pozícióit meghatároztuk, ezt elküldték Moszkvába, és aztán ennek alapján számolták ki azokat a pályákat, amiken a mesterséges holdak mozogtak, de amiket még nagyon nem ismertünk, és nagyon sok mindent akkor kezdtünk el megtanulni. A kozmikus geodéziát, a föld alakot, a ionoszférát, az ionoszféra, hogy hogyan működik, és ilyen jellegű dolgokat, és ez nagyon érdekes volt. És hát én ott voltam elsőnek, és ebben a vonatkozásban az első nő voltam, aki az űrkutatást elkezdte. A másik a Ferenc Csabának a felesége, aki szintén a férje mellett volt, és a kutatásaiba segített. Árkos Ilonának hívták lánykorába, és a 60-as évektől dolgozott az űrkutatás vonatkozásában. De az is igaz, hogy a 92-ben megalakult űrkutatási tudományos tanácsba nagyon hosszú ideig egyetlen egy nő nem volt. A végén aztán oda került mégis valaki, és ez nagyon, nagyon jó volt. Na most az űrkutatás a 90-es évekre, tehát elkezdtem 60-nal, nagyságrendileg 70-ig maradt ez az egy-egy nő valahol. Aztán szép lassan elkezdtek szaporodni a különböző munkahelyeken. Az űrkutatás abban a 90-es évekre már nagyon sok helyen szétszórva, mint egy 25 egyetemi, illetve más kutatóhelyeken voltak kutatások. És ahogy megnéztem a kutatóhelyeket, és összeszámoltam, nagyságrendileg 10% volt mindig a nő, egészen 70-től fölfele menve, 90-es évekig, századforduló vagy ezredfordulóig, és ez akár egy-két nő volt, vagy három-négy nő volt, ez mindig csak 10% volt. Egy hely volt, ahol egyetlen nő nem volt soha, ez a BME fotogrammetria, ahol csak férfiak dolgoztak. És a meteorológián ezzel ellentétes volt a helyzet, 64% a nő volt. Nem csoda, hogy a meteorológián volt az, hogy egy alkalommal nő volt az igazgató. Szeretnék a 2000-es évekig név szerint megemlíteni néhány nőt, akik hát itt voltak. Csillagászati Intézetben voltam én, és a Kun Mária, aki az első volt, aki csillagászatban alkalmazta az űrkutatás lehetőségeit. Hát a villamosmérnököknél az Árkos Ilona, és később a Ferenc Orsi. Több nem volt ott se. A meteorológiában a Rimóciné Pál Anikó, a Hábóna Márta, akit valószínűleg nagyon sokan ismernek,
szegény nagyon korán meghalt, és a Kerényi Judit, aki szintén korán halt meg. A geofizikában a Cucorné Milesics Judit, ő már a 70-es évektől, vagy talán még a 70-es évek előtt kezdett bekapcsolódni ezekben a kutatásokba. A Sátori Gabi, aki a 70-es évektől már, és a Tátraljai Mariella. A kozmikus geodéziában a Németh Zsuzsát említeném, és a Varga Mártit. A távérzékelésben a Domokos Györgynét és a Csató Évát, aki a Bercivel dolgozott nagyon korán együtt. A híradás technikában a Gödör Évát. A napfizikában a Pap Juditot, a Gesztei Lédiát, a Ludmányné Baranyi Tündét és a Muraközi Juditot. A biofizikában Rabcsák Mariannát, és az asztrobiológiában Rontó Györgyit, és ő volt az, az egyetlen nő, aki az űrkutatási tudományos tanácsban, mint nő részt vett. És a későbbiekben nagyon sokan, nagyon nagy robbanás jött létre a nők vonatkozásában is, a férfiak vonatkozásában is, az űrkutatás nagyon szélesre nyitotta a kapuit. És hát az elsők között említeném az Opitz Andreát, a Bebesi Zsófit és a Barta Veronikát. És nagyon büszke vagyok rájuk. És most hadd kérjem meg az Andreát, ő mondta, hogy készült valamivel, úgyhogy ezzel fejezném be. Tehát a századfordulónál, és remélem, hogy a későbbiekről te mondasz valamit. Csüptetés vagy a kezem. Igen. Igen, léci. És akkor én meg leszállok. Köszönöm szépen! Egy pillanat, és már is előszedem az előadásomnak a látványos részét. Igen, ezt szeretnénk. Na, mi lesz? F-öt nem akarja, csak így mindenáron, jó, megnyomom is, nem. Na jó, akkor itt. Ez az? Ez egy feed. Jaj, bocsánatot kérek. Az F-öt nem működött, ismerem az F-ötöt. Haha. Bedugom a prezentert, és akkor hát, ha működik. Nagyszerű, akkor majd nyomogatom kézből. Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok! Biztos sokan már ismernek, Strádi Andrea vagyok a... Ja, be kell kapcsolni? Ó, perfekt, köszönöm. Az Energiatudományi Kutatóközpontból jöttem, és én most nagyon gyorsan itt átugrom egy ilyen abszolút modern világba, és szeretnék bemutatni itt minden jelenlévőnek és a nézőknek a webben keresztül egy olyan kísérletet, ami annyira abszolút modern, hogy még nagyjából el sem kezdődött, illetve már fél úton jár az elkezdődés stádiumában, de legalább érdekes. És ezt rögtön egy probléma felvetéssel kezdeném, amivel gyakorlatilag be is mutatom, hogy mivel foglalkozik nálunk az űrkutatási laboratórium. Mint az valójában mindenkinek ismert, az űrben komoly veszélyek fenyegetik az élő szervezeteket, és ezek közül egy elég komoly veszélyforrás a kozmikus sugárzás. Ráadásul az emberi szervezetnek a legfontosabb részei a legérzékenyebbek a sugárzásra, mint például a szemünk, vagy a csontvelő, illetve egyéb nagyon fontos részek, ami az ember működéséhez szükséges.
És itt a Föld felszínén minket a légkör, illetve a Föld mágneses tere elég jól megvéd a kozmikus sugárzástól, de amint elkezdünk eltávolodni a Föld felszínétől, egyre nagyobb sugárdózissal kell számolni. Így például felhoztam itt egy példát, hogy egy nap az űrállomáson, a nemzetközi űrállomáson, ami kb. 400 km plusz-minusz magasságban kering, már egy évi földi háttérdózisnak a dózisát kapják meg az űrhajósok. Tehát egy év alatt, egy nap alatt egy évi dózist kapnak, ahhoz képest, amit itt a Földön kapnának. És hát ugye ez még nem olyan óriási magasság, hogyha ahhoz viszonyítjuk, hogy milyen hosszú egy hold, vagy akár egy Mars utazás, elég jelentős dózissal kell számolni. És a mi feladatunk tulajdonképpen ebben az egészben az, hogy méréseket végezzünk, illetve tanulmányozzuk, és ezáltal jobban megértsük a kozmikus sugárzási teret, és segítsünk a megfelelő szervezeteknek limitálni ezt a sugárzást, és ezáltal segítsük védeni az űrhajósokat, és egyébként nem mellesleg a fedélzeti berendezéseket. Az űrkutatási laboratóriumban mi már 51 év űrtapasztalatot halmoztunk fel, a személyi dozimetria, illetve területi monitorozás tekintetében is jelentős múltunk van, és hát nyilvánvalóan mindenki ismeri a leghíresebb és legsikeresebb műszerünket, a pillét. És egyébként elég sok különböző platformon sikerült már egyéb méréseket végeznünk, így például a stratoszférikus balonon keresztül a CubeSat fedélzetén, illetve hát természetesen a nemzetközi űrállomáson, ahol a pillén kívül, ami egyébként az orosz sugárvédelmi rendszernek egy szerves része. Ezen kívül még a Columbus modulban is helyt állnak ott a sugárzós mérődetektoraink, a Dosis 3D elnevezésű programban, ami több különböző csoportnak az együttműködésében működik most is, ebben a pillanatban, és ezt a Német Repülési és Űrrepülési Hivatal, röviden DLR koordinálja, és ebben a kísérletben való részvételünk ennek lett a velejáról az, hogy meghívtak minket a MARE kísérletbe. A MARE kísérlet az az Artemis programban valósul meg, és az egész program úgy indult, hogy 2017. decemberében Trump elnök aláírta azt a direktívát, amiben azt szorgalmazza, hogy fenntartható naprendszerbeli emberes kutatásokat kell végezni, és mindezt nemzetközi részvétellel, valamint a privát szektor bevonásával kell végrehajtani. Majd 2019. májusában már be is jelentették, hogy az első ilyen program az Artemis lesz. Artemis egyébként Apollónak az ikertestvére, tehát ez az Apolló programnak valamilyen jellegű folytatása, és egyébként a görög mitológiában a holdnak az istennője. Itt már rögtön ilyen feminin irányt adott az elnevezés. És az elsődleges cél az az, hogy embereket és köztük az első nőt elvigyék a Holdra, méghozzá a déli pólusra, ami egyébként egy érdekes terület. Itt vannak olyan kráterek, amiknek a mélyére soha nem jut le a napfény, és itt érdekes erőforrásokat lehet majd kutatni. Az Artemis első fázisa 2022, egyelőre úgy néz ki, hogy februárjában fog elstartolni, de hát ugye aki űrkutatással foglalkozik, az tudja, hogy ez olyan, majd meglátjuk. A rakéta az már önmagában érdekes, a Space Launch Systemnek az óriási narancssárga rakétája lesz. Az űrhajó pedig az Orion űrhajó, aminek hoztam is itt egy kis makettjét. És ezen az első küldetésen egyelőre emberek helyett humanoid fantomok fognak részt venni, amikről mindjárt elmondom, hogy micsoda. Egyébként ez egy 26-42 napos, majd meglátjuk, hosszú küldetés lesz, és a Hold körül egy stabil úgynevezett távoli retrográd pályán fog körülbelül egy hét, két hetet eltölteni majd az Orion űrhajó, és utána visszajön a Földre, és belecsobban a csendes óceánba. Magáról az Orion űrhajóról itt van egy ilyen sematikus kép. Van egy szervizmodul, ez biztosítja a mindennek a szállítását, és nyilván a napelemekkel az energiaellátást is. Ezt az ESA megbízására az Airbus gyártotta, illetve van egy személyzeti visszatérő modul, ami egyébként nagyon hasonlít az Apollo programban használt visszatérő modulra, szinte ugyanúgy néz ki. És ebben a modulban fognak helyet foglalni a fantomok, hogyha így nézzük, akkor ilyen fekvő állapotban. Amint láthatjuk is itt az ábrán, kettő darab női fantom lesz az Orion űrhajóban, illetve az a narancssárga ruhás
ez csak egy modell, ez nem egy olyan nagyon részletes fantom, mint azok a női fantomok, amik utazni fognak. Ezen csak ilyen vibrációs teszteket fognak elvégezni, illetve a űrruhát tesztelik. És akkor elérkeztünk oda, hogy mik is ezek a fantomok tulajdonképpen. Ez nem egy teljesen újdonsült dolog, hogy most kitalálják, hogy fantomokat lehetne vinni az űrbe és azon mérni a sugárzást az emberek helyett. Volt már egy ilyen kísérlet sorozat, úgy hívták, hogy Matroska, és ez egy multilaterális együttműködés keretében valósult meg, ezt is a DLR vezette, és az volt a cél, hogy az űrhajósok egyes szerveinek a sugárzását, pontosabban, hogy mennyi sugárzás éri az egyes szerveit az űrhajósoknak, ez nyilván élő emberen elég macerás ezt megmérni. Ezért kitaláltak egy olyan fantomot, ez gyakorlatilag egy emberi torzó, egy ilyen felső test kéz nélkül, mint ő, és ebben szövetekvivalens anyagból helyeztek el szerveket, tehát gyakorlatilag a sűrűsége a szövet megfelelő helyén, a máj és a többi, olyan sűrű, mint az igazi emberben. És mindezt telerakták dózismérőkkel, kívül, belül, aktív és passzív dózismérőkkel. Az aktív dózismérők azok energiát igényelnek, be kell őket kábelezni, meg kell hozzá akkumulátor, meg minden elég bonyolult. A passzív dózismérők viszont nagyon egyszerűek, általában kisméretűek, nem igényelnek energiaforrást, viszont nem tudnak olyan jó időfelbontással dózist mérni, csak a teljes kísérletsorozatra integrált dózist. És az látható az ábrán, hogy ez a matroska fantom először látható ilyen pucérformában, majd az űrséták szimulálásához kapott először egy olyan poncsó elnevezésű fehér űrruhát, aminek a zsebét is teletömték dózismérőkkel, majd kapott egy ilyen Darth Vader szkafandert, és erre húztak rá még egy ilyen poncsó jellegű anyagot, amit szintén teleraktak dózismérővel, és akkor így űrsétákat tudtak vele szimulálni. Tehát gyakorlatilag ez a sok-sok húzat, ami rajta van, ez az űrhajósnak a szkafanderét szimulálja. A későbbiekben pedig bevitték az űrállomásra, és a Pierce, a Zvezda és a Kibo modulban is mértek ezzel a fantommal. És hát végül ilyen szép, színes dóziseloszlás ábrákat tudtak létrehozni, amit aztán nagyon szépen lehetett publikálni. És akkor most már rátérhetünk végre, hogy mi is ez a Mare kísérlet. A Mare kísérletnek az M betűje az rögtön a matroskából jön. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon hasonló fantom, ez a kettő, amelyik majd utazni fog az Orion űrhajó fedélzetén. Ezek a fantomok is szintúgy ilyen szeletekből épülnek fel, és most is az a cél, hogy a kozmikus sugárzásnak a dózisát mérjék a különböző mélységekben az adott fantomon. És az a különbség, hogy ezek most női fantomok lesznek, mind a kettő. Van különbség a női és a férfi felépítés között, és ez sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható, úgyhogy ez egy érdekes kísérlet lesz ilyen szempontból. A résztvevők között természetesen ott van a NASA, illetve az Európai űrügynökségen belül a DLR vezetésével a már emlegetett dózis csoport, akikkel a Columbusban mérünk sugárzási teret. Mi kaptunk meghívást, hogy részt vegyünk ebben a programban, és biztosítunk majd dózismérőket. És ezek a fantomok ugyanúgy szövetekvivalens anyagból szövetekvivalens anyagból készülnek. 1400 szenzorpozíciót alakítottak ki bennük, és az aktív szenzorok, amik energiaellátást igényelnek, azok a legérzékenyebb szervekben lesznek elhelyezve, illetve az egyikük egy sugárvédelmi mellényt is fog viselni, amit a Stemred nevű izraeli cég gyárt, és el is nevezték persze ezeket a fantomokat, mert hát ugye úgy lehet igazán jól dolgozni valamivel, ha nevet adunk neki. És az egyikük lett Helga. Ő rajta nem lesz mellény, ő kap egy ugyanolyan poncsót, mint a matroska kapott, és ezen a poncson fogunk kívül mérni, különböző zsebeibe lesznek beletéve a dózismérőink, illetve a másik fantom pedig Zohar, és Zohar fog kapni egy ilyen mellényt is, és mi fogunk mérni a mellényen kívül is, meg belül is, hogy végeredményben meg tudjuk határozni, hogy milyen minőségű és mennyiségű sugárzástól védi majd meg a humanoid viselőjét ennek a mellénynek a hatására. A konkrét dózismérők, amiket mi használunk,
azok passzív dózismérők, mint említettem, ezek nem igényelnek energialetest, elég egyszerű dózismérők, és két típusát használjuk mi. Az egyik a termoluminescens dózismérők, amik itt a képen le vannak fotózva, azok a kis fehér, ilyen hát, nagyjából 5 mm átmérőjű kristályos anyagból készült gyakorlatilag tabletták. Ezek a konkrétan azok a dózismérők, amiket már elküldtünk Kölnbe, és már meg is kapták a DLR-nél, ezek fognak integrációra kerülni. Illetve nyomdetektorokat is használunk, amik pedig gyakorlatilag műanyag lapkák, amint roncsolt zónát hoz létre a sugárzás, és ezt egy kémiai kezeléssel kinagyítjuk akkorára, hogy fénymikroszkóppal is tudjuk majd vizsgálni. Itt van néhány ilyen színes kép, nem tudom, hogy jól látszik, nagyszerű. Az Orionról, mert hogy ugye ez már teljességgel készen van, és látható a bal felső ábrán, hogy már összeszerelve várja ott, hogy felrakják a rakéta tetejére. Illetőleg mivel a csendes óceánba fog bepottyanni, ezért mindenféle vízbe ejtési kísérleteket is végeztek rajta, amin természetesen jól szerepelt. Illetve látható, hogy még Trump elnök is aláírta az egyik darabját az Orionnak. Innen is látszik, hogy ez mennyire nem most volt. És egyéb színes képek. Illetve még a végén még szeretnék egy pár dolgot elmondani magáról az Artemis küldetésről, mert szerintem nagyon érdekes és elég jövőbe mutató, hogy finoman fogalmazzak. Most ugye az első fázisban nem lesznek emberek az Orion űrhajón, hanem csak fantomok fognak utazni, és ott lesznek a hold körül, visszajönnek. A második, az Artemis második lépésében már emberek is fognak ülni az űrhajón, és már ők is körbejárhatják majd a holdat, és azután következnek majd az Artemisnek a támogató küldetései, amikor is megépítik a Gateway űrállomást, ami egyébként a csoportunknak lesznek egyéb dózismérői is. És végső soron odáig szeretnének eljutni, hogy az Artemis 3 küldetésben már embereket küldenek a Gateway űrállomásra, és ott fognak ők tevékenykedni, és onnan fognak majd leszállni a hold felszínére, és ott különböző kutatásokat végezni, illetve tervben van az Artemis holdbázisnak a létesítése is, és amikor a NASA-nál csinálták ezt az ábrát, akkor szerették volna, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy egyébként ott van távoli célként a Mars, mert hogy ez az egész egy demonstrációs küldetés, arról szól, hogy gyakorlatilag ugyanezt majd megcsinálhatnánk a Mars körül, a Marson is. És még ha már a hölgyek szerepének kiemeléséről van szó, akkor ebben a Mare kísérletben gyakorlatilag a kolléganőm Szabó Julian és én veszünk részt az űrkutatási labor oldaláról. És hát köszönöm szépen a figyelmet!